Szeretettel köszöntelek benneteket itt a Püspökerdő Győr tüdején. Egy kicsit sajnos a nyárfa virágzást nem úsztuk meg, és emiatt kellemetlenséget okozott, de ezen kívül a jókedv és a vidámság az megvan. Töltéstavai kertbarátok nyugdíjas egyesülettől vagyunk. Én Várnagy Imre vagyok, aki a fölvállalta azt a kellemetlen feladatot, hogy főzni fogunk. A menü az csülök pörkölt, egy kis gombával és lapockával megspékelve, remélhetőleg egy óra múlva, másfél óra múlva készen is lesz. A barátaink, akik segítők, Szücsék, Szűcs István és a felesége Böttike, a Margitka, Marika, és a klubvezetőnk a Hanc Pista. Átadom neki a szót, hogy még amit én kihagytam, azt tegye hozzá. Megbízásunkat Zita közvetítette, hogy 25 főre főzzünk. De sajnos közbejött egy olyan, hogy a zeneseiek nem tudták a másik 25 főt teljesíteni, ezért mi felvállaltuk azt is. Közösen 12 kiló húsból főzünk, és reméljük tényleg mindenki megelégedik. Ez a bakonyi csülökpörkölt, annyit ezért elárulunk belőle, hogy fele csülök, fele lapocka, és van benne 2 kiló gomba. Vagyis lesz benne, még nincs benne, és azonnal fűszerezése az meg mindenkinek az ízlése szerint. Ez most ilyen töltéstavai módra van fűszerezve. Tehát borssal, köménnyel, majoránnával, fokhagymával, vöröshagyma, paprika, só, egyértelmű, hogy ez lecsó. Mind benne. Meg a lecsó is bent van. Tehát a paprika paradicsom helyett a lecsó van benne.